Sziasztok! Itt vagyunk a Hungaroringen, és hát meg kell mondjam, hogy valóban nagyon, nagyon furcsa nélkületek, üres lelátók előtt és üres paddockban kimenni a versenyre és versenyezni. Ugye tényleg nagyon sajnálom még egyszer, hogy nem lehettek itt, és remélem, hogy jövőre helyre jönnek a dolgok, és aztán újra itt lehettek majd. De legalább a tévében tudtatok nézni, meg az interneten, a élő közvetítésben, úgyhogy remélem néztetek. Holnap is lesz egyébként tévé is, meg internetes élő közvetítés is. És hát a mai nap meg nem sikerült legjobban, hogy az időmérőedzés kifejezetten nem sikerült jól, nagyon vizes volt a pálya, nagyon ezek voltak a körülmények, és nem nagyon tudtam, hogy mit állítsunk esőre, vagy hogy tudnánk javítani az autón. Nagyon, nagyon, nagyon ment a hátulja, és nagyon nehéz volt, csak tényleg pici gázt adtam, és már rögtön keresztbe álltam. Úgyhogy nagyon, nagyon küzdöttem vele, úgyhogy nagyon köszönöm a csapatnak, hogy utána próbáltunk mindenféle beállítást kitalálni és megcsinálni, hogy a futamokra javuljunk. Aztán szerencsére javult az autó, és javult a pálya, és javultak a körülmények, úgyhogy az első futamon az ötödik helyről föl tudtam jönni ugye a második helyre. Ugye a befutónál még harmadik voltam, de ugye előttem az Antoni Zsániek, aki a sárga kamionnal beért előttem, ő ugye büntetés kapott pályálhagyás miatt, többszörös pályálhagyás miatt, úgyhogy második helyet ért. A fordulatrajtásos verseny pedig hát egész izgalmas volt, mert ugye a hetedikről kellett indulni, aztán próbáltam rögtön, ahogy zöld zászlót kaptunk és elkezdtünk versenyezni, rögtön próbáltam támadni, előzni, és tudtam is előre jönni, úgyhogy a verseny első felébe is átvettem a vezetést 4 vagy 5 kör alatt, és aztán utána a piros zászló utáni második szakaszában a versenynek ott is viszonylag hamar magamhoz tudtam ragadni a kezdeményezést, aztán menni elő. Úgyhogy jó volt, mert így legalább a bajnokság szempontjából minimalizáltuk a veszteséget, úgyhogy az Adam Laszko hozott rajtunk a mai nap 4 pontot. Ami hát nem a legjobb, de hát ez van, kihoztuk a mai napból azt gondolom a maximumot, ezekből a nehéz esős körülményekből. Úgyhogy nagyon remélem, hogy holnap száraz lesz, és akkor a száraz sokkal jobban fog nekünk feküdni. Akkor szerintem jobb eredményt fogunk tudni elérni, és több pontot szerezni a bajnokságban. Úgyhogy holnap is nézzetek bennünket az interneten, a tévében, Sport és Sport 2, és köszönöm szépen a szurkolást, és a sok pozitív kommentet, és lájkot, és visszajelzést. Sziasztok!